A Szent Tamási Gion Nándor Emlékházban vagyunk, a valamikori tiszta szobában berendezett kiállításon. Itt született 1941. február 1-én Gion Nándor. Érdekes, hogy azon a napon született a másik ismert Szent Tamási írónk, Végel László is. Tehát mind a ketten ugyanabban az évben és ugyanazon a napon születtek, és együtt rúgták a bőrt itt a ház melletti füves területen, az úgynevezett Rajcsúron vagy Vásártéren. Gion Nándor itt nőtt föl, ez egy U alakú utcának a sarkán van ez az épület, és abban az időben ez egy vadregényes környezet volt, körülvéve temetőkkel, füves réttel, folyóval, ahol nagyszerűen lehetett fürödni, játszani. Ez a hely kint van Szent Tamásnak a perifériáján, és az ő regényeiben, a műveiben is nagyon sokszor a periférián mozognak a főhősök is. Tehát valamiféleképpen ez bekerült az irodalomba is, az életművébe is. Szülőházammal is úgy vagyok, mint a születési dátumommal. Nem itt születtem, hanem pár száz méterre távolabb innen, egy kis nátfedeles házba, ahol akkor albérletbe laktak a szüleim. Azt a házat már lebontották. Én kezdettől fogva erre a házra emlékezem, illetve ennek egy részére, mert eredetileg sokkal kisebb volt. Később építgettünk hozzá, állandóan toldoztuk, foldoztuk és nagyobbítottuk. Szép helyre épült, egy nagy füves rét szélére, közel van a folyó. Igaz, hogy szembe a házzal temetők vannak, de temetőket gyorsan megszokják aránylag az emberek, a gyerekek pedig még gyorsabban. Egy faluba születtünk, egy napon születtünk, és két fontos dolog kapcsol össze bennünket, az egyik a gyerekkori élmények, a másik pedig egy folyóirat, az Új Szimpózium. Tehát kezdtünk itt, mindannyian falusi gyerekek vagyunk, és városiak lettünk, és egy folyóirathoz kerültünk. Most ez a falu, ha a gyerekkorunkat nézzük, és így Nandi gyerekkorát is, akkor ezek az 50-es évek valójában. Amikor furcsa dolgok történhettek, az emberek képzeletvilágában keveredett a múlt, amelyet részben titkolni kellett. Mi nem ismertük igazában a szüleink múltját történelmileg, csak a meséikről tudtunk. De ugyanakkor abban az időben volt valami utópia is, valami remény, valami, hogy valami jobb élet, valami kezdődött, valami befejeződött. Szóval egy nagy törés. És tulajdonképpen a nagy törések mindig ennek a mágikus realizmusnak az előidézői. A dinamik külön hozzájárult, hogy Szent Tamáson egy különleges térségben élt, tehát a városnak egy különös terébe, ahol kanyarog egy kis folyó, ahol rengeteg temető van, és a vége, és a széle volt. És egy nagy térségre nézett, ezt ma Vásártérnek nevezik, valamikor Rajcsúrnak. És azt hiszem, hogy a temető, nem pusztán a temető látványa, hanem a temető körüli népek élményei, azok az emberek, akik itt éltek, a temető körül mindig felszabadul a képzelt világ. És azt hiszem, hogy Nandi ugyanazokat a, ugyanolyan mesék között élt is valóban, mint amilyenekről írt. Ez volt az ő valósága. Én azt gondolom, hogy ő nem gondolta, hogy mágikus realizmus művel. Ő azt gondolta, hogy a valóságot írja. Novella címe: régi megható történet a félhülye Sebestyén gyerekről. Egy vasárnap délelőtt történt, még a nyáron, közvetlenül azután, hogy Szent Erzsébet elment hazulról, és hogy a három kisfiú paritjákkal összelövöldözte a gizikes latt ovális fényképét befedő üveglapot. A félhülye Sebestyén gyerek bement a német temetőbe, és egyenesen gizikes latt sírjához tartott. Megállt a magas, fekete márván sírkő előtt, és szomorúan nézte az összelövöldözött üveglapot, amely megrepedezve, telehintve az apró kavicsok nyomaival csúnyán és üresen fehér lett, és eltakarta a gizikes latt fényképét. Sokáig állt ott szomorúan a félhülye Sebestyén gyerek, aztán kicsit kitépette egy csomó füvet a sírkő mellől, és a fűcsomóval tisztogatni kezdte a megvakult üveglapot. Nagy buzgalommal dörzsölte, várta, hogy ismét kifényesedjék az üveglap, de az nem lett sem fényesebb, sem tisztább, hanem megzöldült a fűszálaktól.